Az elmúlt hétvégén a Városvédő Egyesület rendezvényén mutatták be a Nyíregyháza utcaneveinek története és utcanév lexikona című kötetet. A szerzőt 2011 tavaszán keresték meg, hogy dolgozza fel az utcanevek változásait. Kiinduló pontként saját még a 70-es években írt szakdolgozatát használta fel, igaz, akkor még nyelvészeti oldalról közelítette meg a témát. Mivel azóta sokat változott a korabeli adatok dokumentálása, a szakember előről kezdte a kutatást a levéltárnál. A digitalizáció és az internet azonban nagyban megkönnyítette a dolgát. A könyv érdekes történeteken keresztül teszi színesebbé a témát. Kronológiai sorrendben követi végig a város történetét az utcanevek tükrében, az utcanevek változásának a tükrében, névváltoztatási hullámok tükrében, ahogyan szaporodott a, illetve növekedett a város, szaporodtak az utcák, ezeket valóban időrendben követem végig, és ezekbe aztán beleszövődött nagyon sok minden, a történelmi események, gazdasági változás, épületekben létrejött változás, és egyáltalán a városnak a kulturális fejlődése, minden benne van. Az utcanevek mesélnek, a történelemről mesélnek nekünk. És követik a politikai változásokat, ezekhez kötődik ugyanis a legtöbb utcanév változás. Nem véletlen, hogy 1950-ben és 90-ben volt a legnagyobb ilyen hullám. Ahogy pedig növekedett a város, úgy vált egyre gyakoribbá az úgynevezett névbokrosítás az új utcák elnevezése során. Egy-egy városrészben az egymáshoz közel lévő utcákat azonos jelentéskörből választott szavakról nevezik el, például a Hímesben madarak. A madárnevek. Így van, madarakról, vagy a Bújtoson férfi keresztnevek, illetve virágnevek vannak. Na most ezt a módszert követték a későbbi névadás során is a hivatal. A mai napig így van egyébként. Rendkívül sok, nagyon színes névbokor van Nyíregyházán, ami megkönnyíti a tájékozódást is. Az 1100 példányban megjelent korabeli és mostani fotókkal illusztrált könyv mindenki számára érdekes lehet, aki szereti Nyíregyházát, kutatóknak pedig kiváló forrásanyagként szolgálhat.